Ficus elasztika, a szobai ficus, hát az egyik legkedveltebb szobanövényünk. Ugye akkor, amikor elmegyünk egy ilyen régi építésű gyógyszertárba, vagy egy ilyen hivatalba, akkor általában ugye ezeket a növényeket ott szoktuk látni, és hát egészen biztosak lehetünk abban, hogyha több évtizedes pályafutást tudhatunk egy-egy növény mögé, akkor általában a szobai fikuszról elmondható, hogy hát kérem szépen ez egy strapabíró és nagyon hosszú életű szobanövény. Ugye most picikét közelebb jönnek, akkor megpróbálom megnyomkodni ennek a fiatal példánynak a cserepét, és hát látjuk, hogy ebbe a finom, laza, humuszos tőzekbe van beleültetve, tehát mindenkinek azt tudom mondani, hogy egy ilyen laza kerti talaj vagy talajkeveréket keverjen össze, és akkor ebbe be tudja ő is ültetni. Hát igazából ugye több ezer fajta, illetve faj van, ezek közül csak pár kerül át aztán Európába a dísznövénytermesztésbe, de hát egy ilyen nagyon szép, ez pontosan egy ilyen kis kezdőméret ebből a ficus elasztikából jó, tehát ha szeretnénk megbarátkozni vele, akkor egy ilyet érdemes beszerezni, és akkor elültetni. Na de hát nézzük meg, hogy mi alapján választunk. Természetesen akkor, amikor látjuk azt, hogy hát ezeknek ugye a nagyobb levelek ugye nagyobbak, itt a lentebb lévő levelek ugye picikét kisebbek, de ez egy rendkívül változatos formájú növény lesz, tehát ez azt jelenti, hogy a kezdeti picikét esetlen kinézetét a semmiképpen ne rójuk fel neki, például hogyha itt most kiemelem ugye ezt a nagyon szép, itt már egy bambusz karót igénylő példát, ugye ez is picit azért sokak számára ilyen esetlennek tűnhet, de ezt mondom, ezt nem kell felrúni ennek a növénynek, később nagyon szépen kinövi magát. De hát nézzük meg, hogy ez a ficus elasztika, hogyha most velem jönnek, akkor mutatok önöknek egy nagyon szép, sok-sok évtizedes példány, és hát aztán mindenki eldöntheti, hogy ez mégis mekkora ez a növény. Hát kérem szépen, itt látunk beültetve egy óriási, nagyon vastag, törzsű, megvastagodott törzsű ficus elasztikát. Látják, itt ez a keresztartó vas, ez így már bele is nőtt, ide most fölállok erre az asztalra, ide mellé állok, és hát ide nézzenek, ekkora óriási ez a növény, tehát több karvastagságú már a törzsre. Igen, abból a pici kis szobanövényből ilyen óriási lesz. Na most, akár napfényes, akár kicsit ilyen félárnyékos helyen is be lehet tenni ugye a szobába. Ezeket a szép nagy leveleit ilyen puha rongyal, ha nagyon rárakódott kosz, akkor először nedves, aztán később egy száraz puha rongyal érdemes letörölgetni. És hát természetesen azért nem kellett megijedni, tehát ha valakinek nincs téli kertje, mert ha van téli kertje, oda nagyon jól ki lehet ültetni, de ha nincs téli kertje, akkor látható, hogy itt is mennyire vissza van csonkolva. Tehát még ezt az óriási üvegházat is kinőtt, te már volna ez a növény, de vissza lett csonkolva, és hát most éppen ilyen megújulási szakasznak az elején tart, nagyon szépen képes megújulni. Nyáron a vegetációs időszaknak a melegebb hónapjaiban bizony ki is vihetjük a kertbe, és egy ilyen szürt árnyékot, mondjuk egy almafa, vagy egy selyemakácnak, így a fél árnyék, a szürt árnyéka alá be lehet tenni, mint minden szobanövénynél, itt is figyeljünk oda, hogy természetesen azért rögtön a tűzőnapra ne tegyük ki, mert hát a levelek megégésével, elhullajtásával adhat a szakszerűtlen cselekedetünkre választ. Amire még természetesen mindenképpen érdemes odafigyelni, hogy télen két öntözés között mindenképpen a talaja az száradjon ki, nyáron azonban lehet nagyon szépen folyamatosan öntözni. Aki tehát egy változatos, a kertészkedést folyamatosan igénylő szobanövényre szeretne szert tenni, annak érdemes megpróbálkoznia a ficus elasztikával.